Kívánok! Drága tanuló társak, Macó Tov, Erev Tov, Mazal Tov, minden Tov. A lényeg, hogy minden legyen jó, drága Tamás, Lechaim, Lechaim, mindenkinek jó estét kívánok! Jó estét, Éva! Nos, tisztelt egybegyűltek, a Pészach itt van a nyakunkon, és kénytelenek vagyunk, hála Istennek persze, tovább menni a dolgokkal, a törvényekkel, amit nekünk tudnunk kell a széder este előtt. Jó estét kívánok mindenkinek, Sasó, jó estét, Nikol, mindenki, aki itt van, aki most kapcsolódik be, aki csak befog, őket is előre köszöntöm. Hogy ők hogy hallják meg, hogy az én, hogy most köszöntöm őket, ez egy jó kérdés, de hát attól még ez a köszöntésnek van, itt van Pataki Tamás, jó estét kívánok. Szép jó estét, drága Pataki úr. Nos, drága barátaim, akkor ott fogunk, ott tartunk ma, arról fogunk ma tanulni, hogy ugye a múlt héten ott hagytuk abba a pészachi törvényeket, hogy megettük a reggeli lakomát, a délelőtt, szombat délelőtti lakomát elfogyasztottuk, és ugye ne felejtsük el, hogy a héten, illetve az idén nagyon különleges a leosztás, az ünnepi a pészachi és a szombati kapcsolat, ugyanis ezen a szombaton, illetve ezen a pészachkor, jövő héten szombaton este köszönt ránk pészach, és ezen a pészachon a pészachnak a kezdete az mocé sabbat lesz egyben. Ugye ez több szempontból is érdekes, és az egyik szempont, amit mondtunk, az az, hogy ilyenkor a lakomákkal az embernek résen kerül legyen, ilyenkor tényleg ügyelni kell arra, hogy pontosan mennyi kenyeret tesz félre, mit eszik meg, és hogyan eszik meg, és ezt a múltkorában elkezdtük elmagyarázni. Most nézzük meg azt, hogy az az illető, jó estét, Schuster Péter, illusztris vendégünk ma estére, az egyik legalábbis régen láttalak, remélem, hogy jó vagy, drága Péter. Az egyik kérdés, amivel Máté Lala, amiben szeretnék egy picit most belemenni, az, hogy azon hitsorsosok, akik szoktak, illetve mindenki szokott, a kérdés az, hogy mit esznek. Harmadik szombati étkezést tartani, Sáles Üdes, Szeudás Lisített, harmadik szombati étkezést tartani, ők ezen évben, idén hogyan ülik meg ezt a különleges lakomát. Ugye ne felejtsük el, a Tórában azon írva, hogy, illetve a rabik tanítása szerint szombaton háromszor kötelesség az embernek kenyeret tennie. Aztán ugye a Talmud kitér arra, egész bölcseink egy része kitér arra is, hogy tulajdonképpen, mint hogyha a harmadik szombati étkezésre az előző kettő étkezéstől eltérően nem lenne olyan különlegesen egyértelműen explicite utalás a Tórában. És ezért vannak olyanok, akik azt mondják, hogy ezt a szombati lakomát, ezt köszönet kívánok, Bea, Tamás, ezt a szombati lakomát, a harmadik szombati étkezést ezt meg lehetne tartani, illetve nem is kötelező kenyeret tenni. És ebben sokan bele is mennek a döntéshozó rabbik közül, és például a kokáért a misztikán, a kabalán, a zsidó filozófián alapszik egy olyan szokás is, ami tulajdonképpen a mi szokásunk is, és érdekes módon talán idén négy évenként egyszer legalábbis a világnak a nagy része az a lubavicsi haszidokkal fog egyetérteni. És ugye mi általában nem feltétlenül, vagy inkább feltétlenül nem szoktunk kezet önteni, azaz kezet mosni, és így hát ezután kenyeret fogyasztani a harmadik szombati étkezésnél. Ennek vannak halachikus oka is, de leginkább ennek misztikus oka van, ugye azért, mert ez a Rájven, ez a legszentebb szombati, legszentebb ideje, a legmagasztosabb időintervalluma a Sábesz napjának, és ilyenkor az, hogy az ember ennyire evilági dolgokkal foglalkozza, mint a kenyér fogyasztása, az nem túl ildomos dolog, egész pontosan nem mondom, hogy nem ildomos, hanem sokkal magasztosabb dolgokkal is lehetne foglalkozni, és ezért ez nálunk, és még egy kevés hitsorsosnál az a szokás alakult ki, hogy ilyenkor mi is eszünk kenyeret, valamit mindenféleképpen eszünk, hisz a halaká, szalaká, tehát ilyenkor az ember próbál halat tenni inkább, vagy húst, vagy ahogy Tamás írta, az előbb gyümölcsöt.
A kérdés az az, hogy ilyenkor, ugye, és ez idén, a szituáció nagyon érdekes, mert idén, hogyha még akarnánk, akkor se tudnánk kenyeret fogyasztani a harmadik szombati étkezéskor. Ugye ennek a tilalomnak, és ez jól nem egy frajdi elszólás volt valóban, ennek a tilalomnak az oka a következő, amit az előző órákon, az órán már mondtam, és említettem önöknek, nektek, az az, hogy van egy bizonyos óra, 3-11, ha jól emlékszem, 3-10, amitől kezdve már nem fogyaszthatunk kovászosat. 3-11-től, illetve azután egy pár perccel, a szokásunk szerint nem is lehet már a tulajdonunkban. Így hát, mivel hogy a szombati étkezésnek, a harmadik szombati étkezésnek van egy bizonyos ideje, ez az idő már jóval túlnyúlik azon az időn, amikor nekünk szabad lenne még hamecot, azaz kovászosat enni. Így hát idén, mivel hogy Pészákot megelőző nap Sábeszre esik, idén valóban délután, legyen az akár kora délután, vagy később délután, a hamec evés, azaz a seles sűdesz, a harmadik szombati étkezésnek ugye a lefolytatása az nem lehet kenyérrel. Tehát idén egy nagyon különleges megoldást kell, hogy válasszunk. Az előbb Tamás azt írta, hogy az ember, hogyha tehetik, akkor egy szóval írta Tamás, egy gyümölccsel lehet ezt kiváltani. Most ez nem olyan egyszerű. Ugye, mivel zsidók vagyunk, az egész világ nem olyan egyszerű. Ugye szokták mondani, van az a vicces történet, hogy egyszer családapa eszi a sólettet szombaton, szombat napján, egyszer csak hátradől, és azt aj, mennyi problémánk van, Schwerzuzanne itt, mennyire nehéz zsidónak lenni, ugye mondja ezt a sólettő evés után, amikor már jól megtelt a vendő. Valóban nehéz, sok kérdés van, és minden kérdésre kell, hogy legyen válasz is így. Hát nézzük meg, hogy milyen válaszok és milyen lehetőségek adódnak idén, hogy mégiscsak aki szeretné, az betartja, illetve hogy meg tudjuk tartani a szombati étkezést, a harmadik szombati étkezést. Ugye az előző kettő étkezésről már szólottam, az előző alkalomkor azt mondjuk, hogy pénteken és szombatra is némi nemüleg egy kevesebb mennyiségű kovászos, nem uborkát, kenyeret, azaz hamecos, azaz kenyeret tegyünk félre, pontosan azért, hogy aztán később, jó estét Csaba, hogy aztán később szombaton ne kelljen azt kidobálni, ne kelljen azt esetleg odaadni ajándékba, hogyha valaki nem akarja, és ne kelljen félretenni az ünnep végéig. Ugye hogy tudnánk az ünnep végéig félretenni? Most gyorsan még egyszer vezessük végig. Ugye azt mondtuk, hogy miután bejön a szombat, mielőtt még bejön a pészáhi hamesztilalom, azaz az evés, a tiltott óra, az a bizonyos tiltott óra, amikor kezdve már nem szabad hamecet enni, onnantól kezdve lesz egy olyan óra, ahogy mondtuk 3-11 után egy pár percen, akkor nem is lehet hamecot birtokolni. Most a hamec birtoklásának időpontja előtt, hogyha valakinek megmaradt egy nagyobb adag kenyere, akkor azt ugye nem kell kidobni a kukába, nincs semmi értelme, annál is inkább. Mert a múlt héten kitértünk arra, hogy nem biztos, hogy segít, hogyha a saját kukádba dobod, és azt sem biztos, hogyha segít, hogyha abba a kukába dobod, ami a házon kívül van, hisz abba a kukába, a lakásodon kívül, hisz abba a kukába, neked is van részed, és az rajtad marad az a hamec, azt nem takarítottad el a saját házadból, ezért a megoldás az az, hogyha vagy az, hogy vegyünk egy kissé szokásunktól eltérően egy olyan mennyiségű, és csak és kizárólag egy akkora mennyiségű kenyeret, illetve annyi kalácsot, ami elég lesz a szombati étkezésekre, elsőre, másodikra, vagy az első, második, harmadikra, ezt mindjárt megnézzük. És ami megmarad, azzal azt lehet csinálni, hogyha az illető, ugye van egy olyan megoldás, hogy odadom valakinek ajándékba. Aki érte jön, ugye olyan embernek kell legyen, akinek Pészákkor szabad hamecosat ennie, ahogy legalábbis lehet a tulajdonában. Tehát ilyetté módon csak is olyanok lehetnek, akik ugye nem vallásbélék, azaz nem követik a zsidó vallás szokásait, illetve nem zsidó. Ha én ezt oda szeretném valakinek adni, akkor ugye ott még van egy kis kérdés, hogy hogyan tudom neki odaadni. Ugye a múltkor azt mondtuk, arra kell figyelni, hogy ne adjam neki oda a kezébe, hanem az illető jöjjön be, vegye fel a pultról a kenyeret, és onnan vigye el. Most ugye a morzsákat azt már megbeszéltük, ott nincs mit kitárgyalni, és talán a legjobb megoldás ilyenkor, hogyha az embernek mégiscsak egy nagyobb kenyere marad, mondjuk tegyük fel hívott vendégeket, mert a vendégeknek nem lenne hol vacsorázniuk, vagy délelőtt, vagy reggel ebédelniük, hisz most tényleg kivételesen kora reggel kell elfogyasztani a szombati étkezést, a szombat délelőtti étkezést,
akkor hogy ezek a kalácsdarabok kalácsok megmaradnak, akkor az illető tegye be egy zacskóba, és tegye be abba a szobába, illetve arra az elrejtett helyre, arra az elzárt helyre, ami a később a Hamec birtoklását, Hamec birtoklásának időpontjától már-már kikerül tulajdonképpen a bizonyos Hamec eladási szerződés által az ő birtokában, abba a szekrénybe tegye bele, azt jól zárja le, azt a szekrényt, ugye ne ragasztó szallaggal, mert azt nem biztos, hogy szombaton szabad letépni, hanem lehet, akkor zárja be egy kulcsot, és a kulcsot pedig tegye fel a szekrény tetejére, és onnantól kezdve, hogy az megfelelő magasságban, illetve el van zárva, és a kiskacsója nem tud oda bemenni Pészek ünnep alatt, sőt, meg is van írva a szerződés még szombat előttre, akkor bizonyos 10 óra 49-es időponttól kezdve az valóban az hiába van az ő lakásában, az már az nem az ő tulajdonát fogja képezni. Tehát oda be kell tenni, és az aztán a legjobb megoldás. Az evőeszközöket, illetve a tányérokat, amit ugye múltkor javasoltuk azt, hogy lehet akkor kivételesen idén olyan evőeszközöket használjunk, ami műanyag, hisz nehezünkre esne, illetve elég nehéz lenne a már kikóstolt pészeki lakásban és kikóstolt pészeki Csaba, jó estét Izsák, micva, még egyszer elmosni a szép zsolnai edényeket, amelyeken ott vannak a Hamec darabkák, annál is inkább, mert az ember ugye sehol nem szeretné ezt ilyenkor lemosni, mert nem szeretném se a fürdőszobájába, se pedig lehet akkor a konyhában leginkább nem maradjon meg. De ha mégis csak ilyen van, és valaki nem szívleli bizonyos különböző megfontolásokból ugye a műanyagot, akkor lehet amúgy papír is, akkor ezzel azt lehet csinálni, hogy mivel a rabik azt mondják, hogy elvileg olyan helyen, ahol ki lehet vinni a lakásból, vagy ki lehet vinni az utcán, akkor talán ki lehetne ezt az utcán semmiféleképpen, de a lakásból, a házon belüli kis kukába talán ki lehetne dobni. Ha ki lehet vinni, és van egy ilyen hely, és nincs más hitsors a szomszéd, tehát mi azt jelenti, hogy egy olyan házat alkotna, ahova nem szület, ahonnan lakásból a folyosóra, vagy a folyosó lévő kukába nem lehet csak úgy kivinni, akkor ugye fogja meg az ember, és dobja oda ki. De ezzel azt mondtuk, hogy az még mindig lehető az övé marad. Erre azt mondtuk a múltkor, hogy erről le kell, hogy mondjon, és egy hefkerré kell, egy mindenki számára hozzáférhető dologá kell, hogy tegye, azaz hivatalosan még Pészek előtt le kell, hogy mondjon minden olyan dologról, ami az ő tulajdonában van, és az Hamec. Ugye ezt később meg is erősítjük majd, amikor elmondjuk úgy a Hamec elégetésénél, mint pedig szombaton a Hamec végleges eltávolításán a Kolchamiro imát. Most erre van egy másik megoldás, az előbb mondtuk, hogy a rabik azt mondják, hogy mivel, hogy nincsenek kiváltképpen nagy Hamec darabkák a tányéron, több mint valószínű, csak kis morzsák, akkor hogyha az embernek fél, hogy tényleg olyan szépen megevett mindent, hogy csak egy nagyon kevés pici morzsa marad, ugye Pészekkel az is problémás, de az nem a legjobb valakivel kivitetni, azt nem a legjobb kivitetni az utcára, mert ez mégiscsak szombat van, és azt az nem szabad, ezért a legjobb az, hogyha az ember vagy ezt is beteszi ebbe az eladott egy kis zacskóba, úgy kell összekötni, hogy szombaton, ahol szabad szombaton a zacskószáját összekötni, és beleteszi, és ott Pészek utánig, ellens Pészek után meg kidobja a kukába, de hát az is el van azna. Ez talán legegyszerűbb megoldás, én ezt javasolnám. Aztán, hogyha most tényleg menjünk bele, vagy akkor ezt a harmadik szombati étkezést, idén akkor hogyan lehet végül is gyümölcsel mégiscsak teljesíteni. Mi a probléma? A probléma az, hogy ugye sokan azt mondják, amúgy a naptár is ezt a véleményt hozza, ugye a mi naptárunk, hogy ugye vannak sok olyan haszid közösség, illetve askenázaknál is, ahol a villai gáonnak a véleményét követik, akinek ugye van, aki a gemarából nyeri azt, amit fejti ki, azt a tudást, azt a véleményt, amit ő hozzá. Azt mondja, hogy pofon egyszerű a dolog. Mit csináljunk? Mossunk kezet még jóval, ugye korán fel kell kelni, el kell mondani az imát, ugye a múltkor mondottam önöknek, nektek, hogy a Rebjer a Sáv, az 5. Luhavicsi Rebbe ilyenkor egy olyan előimádkozót küldött az imapult elé, a pulpitus elé, aki gyorsan imádkozott. Ugye nem szabad elhadarni az imát, de tényleg 4 évenként egyszer, amikor Pészek előnapja, az az Erev Pészek szombat reszk, akkor valóban Szenich Lizda Rezimet Filaszai, az ír, hogy az ember siessen az imájával, és ne húzza, és ne sokat énekeljen. 4 évenként egyszer nem is a rossz. Nem tudom, hogy máshol hol van írva. Hát Erev Jom Kipurkor van még írva, meg amúgy Erev Pészekkor, de ilyenkor tényleg ez a legexplicitebb dolog, amikor le van írva, hogy az ember ne húzza
el az imáját. No, summa, lényeg az az, hogy akkor gyorsan megimádkoztunk, leimádkoztunk, és hazamentünk, és azt mondja a Vilnai Gáon, ugye az egyik félemény az az, hogy ilyenkor az illető mosson gyorsan kezet, arra a rituális kézmosástól van szó, amely mindnyájatok számára ismert, háromszor jobb, háromszor a bal, vagy kétszer a bal kezeket leönteni, nem felváltva, hanem egymás után. És ilyenkor az ember mondja el a kenyérre mondandó áldást, és egy kb. 60 g-nyi kenyeret. Ugye, és utána mit csinálni? Miután megette a kenyeret, utána fogom bele a többi éteknek az elfogyasztásába, és saláták, hulé-hulé, és így tovább, és így tovább. És utána hagyjon fel, jó estét, Gyuri, ilyenkor hagyjon fel a kenyér fogyasztásával, illetve az étkezéssel, mondja az asztali áldást, és utána várjon egy keveset, ha lehet, akkor fél óra, de minimum negyed óra, ebbe állapodtak meg a döntéshozó rabbik, ilyenkor tanuljon egy kis tórát, vagy magyarázzon el egy magyarázzon leheti szakasz bonyolultabb részeit, ugye ide, most kezdjük Vajikra könyvet olvasni, tényleg én azt gondolom, hogy egy elég olvasmányos rész ez is, talán kevésbé olvasmányos, mint Mózes első könyve, de van mit tanulni ebből a könyvből is. És akkor utána egy fél óra, vagy minimum egy negyed óra után térjen vissza újra, mossa le újra a kezeit, öntse le rituálisan a kiskacsóit, háromszor, kétszer, kinek mi a szokása van, akinek csak egyszer. És utána újra mondja el az áldást, persze az előző alkalommal utána elmondta a Birkát Amazont, az asztali áldást, és utána egyen, és megint mondja el a Birkát Amazont majd, de úgy, hogy, illetve majd mondja el a végén a Birkát Amazont, de a lényeg az, hogy ilyenkor fel kell hagyni még egy pár perccel a hamec evésének, a hamec evés tilalmának, tilalmas ideje előtt. Azaz, hogyha azt mondjuk, hogy 9 óra 49 ez az időpont, akkor 9 óra 49 előtt már a második kézmosás meg kell, hogy legyen, és utána az embernek még ezelőtt be kell, hogy fejezze a hamec evését. Utána azt, hogy ott eszi a kompótot, később eszi a marhahúst, eszi a pészákra, a kóser ételeket, azzal nincs semmi baj, ugye? Ez egyértelmű. És majd utána, majd mondja megint az asztali áldást. Ezzel ugye sokan vitatkoznak, sőt, sokan ebbe azt gondolják, hogy lehet ezzel nem kevés probléma, ugyanis, hogyha valaki nem figyel oda, és nem tart megfelelő idősávot, és nem tart megfelelő megszakításra időt, azaz nem vonja el kellőképpen a figyelmet az első étkezés és a második étkezés között, azaz az első étkezés befejeztét jelentő Birkát Amazon, és a második étkezést jelentő kezdetét jelentő kézmosás előtt, illetve a kenyérfogyasztás előtt, akkor az problémás lehet. Meg a második az, hogy például lehet, hogy ez egy olyan áldás, ami nem kell. Ugye milyen dolog az, hogy a halakában van bracha sheino tzricha, van egy olyan fogalom, olyan áldás, ami nem kell. Ugye lehet, hogy az ember feleslegesen most kezet mondja el arra az áldást, hisz lehet, hogy simán folytathatná még az előző étkezést. Miért kéne, hogy megszakítsa? Mert azt mondják, a rabik, jó, itt van erre egy ok, mert mégiscsak meg kéne valahogy ülni azt a harmadik szombati étkezést is. És erre azt a megoldást találják, egy részük legalábbis, akik egyetért ezzel, hogy akkor valóban osszuk szét a reggeli lakomát, és két lakomát csináljunk az egyből, azaz kétszer mosunk kezet, kétszer mondjuk a Birkát Amazont, és viszont legyen az első és a második lakoma között negyed, de inkább leginkább fél óra idő. Mondjuk ezt még egyszer ne felejtsük el, hogy úgy, hogy mindezt befejezzük, 9 óra 45-ig mondjuk. Oké? Okay? Most nézzük meg, az Alter Rebbe, az első Lovovicsi Rebbe, és a haszidok egy része, illetve az askenazik része hogyan gondolja ezt a témakört, és hogyan gondolkodik el a kérdésről. De előtte azt is el kell, hogy mondjuk, hogy vannak olyanok, akik azt mondják, hogy ilyenkor az ember egy ilyen macásírát. Macásírá, múltkor említettem, az egy olyan macesz, ami gazdag macesznak neveztetik, magyar fordítva. És ennek a macesznek a lényeg az, hogy nem vízzel van gyúrva, nem is víz, nem liszt és víz egyvelege, hanem gyümölcslé és liszt egyvelege. Azaz egy ízesítette formula. Van, aki azt mondja, hogy lehet bele sót tenni, van, aki azt mondja, hogy nem lehet, attól függ, milyen só, nem menjünk bele. De általában nem szoktak macezbe sót tenni, még ebbe a macezbe sem.
És akkor ezzel a macesztemivel, hogy az illető ez kenyérnek minősül, tulajdonképpen az áldás az mojci lesz, vagy valaki meg is főzi, nem menjünk bele, akkor innentől kezdve, és ott sem változik meg az áldás, akkor innentől kezdve az ember végül is mojci lehet, minőrec áldás mondhat rá, egy macát is, végül is kenyeret eszik, de olyan kenyeret, amivel az este nem tudja a kötelezettségét teljesíteni. Ugye, és ne felejtsük el, ezt a múltkor is mondtuk, hogy minden a szokás az az, hogy legeslegkésebb, RF Pészák korábban is van két szokás, hogy mikortól, de péntek estétől a szombatot megelőző, a Pészákot megelőző naptól már nem eszünk olyan macest, amivel tudjuk a kötelezettségünket teljesíteni. Azaz macáni, hát a szegénység kenyerét, ami a víz és a lisztnek az egyvelege. Tehát a macest is ugye 18 percig, nem tölte 18 perc, hogy ne gyúrtuk volna, ne foglalkoztunk volna vele a tésztával, nehogy megkovászosodjon. Szóval ez nem, tehát ez egy kettő közt egy ilyen köztes megoldás. Ezt a szfárdiak el is fogadják, ezt a véleményt. Az askinázoknál viszont, ahol tilos a macá sírá, ahol tilos a gazdag macesz fogyasztása a szokásoknak megfelelően, ők ezt nem fogadják el, és ezért ugye ez a vélemény, ez leginkább a szfárdi zsidóknál lesz, és az askinázoknál ez kevésbé lesz megoldás. Azaz idáig megmaradt a kézt ketté osztott lakoma, és megmaradt az, hogy megmaradt a szfárdiak részére ugye az, hogy egyenek macás írat, azaz gazdag macesz. Most nézzük meg, hogy az általában mit mond, és sokan a haszidok közül, nem minden haszid, tehát nem minden haszid csoport, de sokan a haszidok közül ezt a véleményt fogadják el. Annál is inkább, mert az érdekes dolog az, hogy az általában ő volt, annyit tudni kell, hogy a Mishnah Brura, az Alterebe leginkább a haszidoknak, nem csak a Chabadnak, de a haszidoknak az Alterebét kéne, hogy kövessék elvileg. Miért? Ugye, mert ő volt a Poiszek a haszidé. Ő volt az, aki a haszidizmusban volt az ismert döntéshozó. Míg a Mishnah Brura, ő nem a haszid berkekben lett annyira elismert, de aztán később mindenféle ok miatt, nem menjünk bele a dolgokba, egy érdekes történelmi dolog is ez, érdekes okok miatt, több ok miatt is nagyon sok helyen, a haszid udvarokban is, a Mishnah Brura lett az elfogadott halakhikus vélemény, és nem feltétlenül az Alterebe az első Lubavitch Rebbe. Mindenesetre nézzük meg, hogy az Alterebe mit mond. Az Alterebe azt mondja, hogy felül a kérdés, hogy akkor hogyan lehet ezt a szombati étkezést megtartani, a harmadik étkezést megtartani. És azt mondja, Shulchan Aruch, Tavshin Dalet, Din Erev Pesach Shechal Beshabes. Ugye az Alterebe az egész fejezetben arról beszél, ahogy az Anna Shulchan Aruch is azon írva, ahol a Ramon és a Bész Yosef is erről vitatkozik, hogy hogyan lehet akkor, hogyan kell viselkedni, és viseltetni Erev Pészákkor, amikor a szombatra esik. És azt mondja az Alterebe, Ube Medinus Gimbal Halacha, hármas paragrafus, Ube Medinus Élusa, én nagy gillek lále lehol macásira, ezekben az országokban, amikor azt mondja az Alterebe, ezekben az országokban, nem feltétlenül Magyarországra utal, hanem általában inkább Lengyelország, Oroszország, de sokszor az askenáz is lehet akár, ebben nem menjünk újra szétel. Ube Medinus Élusa, én nagy gillek lále lehol macásira, Erev Pészák, olyan masák helyével élek, ezekben az országokban, ahol gazdag maceszt már nem eszünk az 5. órától és onnan fölfelé, mi támsízverbe szimmán tavszemem, tavszemem mész, ahogy ez el van magyarázva a 362-es fejezetben. A 362-es fejezet ott azon írva, hogy például mitől tartanak, mi a probléma macásírával. Csak egy érdekes dolog, hogy a szfárdiak miért fogadták és az askinázok miért nem fogadták el a macásíra probléma kérdését. Ugye azért, mert van egy nagy vita azzal a kapcsolatban, hogy melyik a hamec, egész pontosan mitől, melyik cseppfolyós halmazállapotú dologtól, ugye vagy a víztől, vagy a gyümölcslétől kezd el előbb kovászosodni valami. Tehát, hogyha a víz és a liszt érintetlenül marad, egyben marad, akkor az azt mondjuk, hogy 18 perc után kezd kovász, 18 perctől kezd el kovászosodni. A kérdés az az, hogy mi van akkor, hogyha gyümölcslével csinálják. Akkor a gyümölcslé az szintén elkezd kovászosodni, vagy nem? És erre azt mondják a rabbik, ebben van egy vita, van, aki azt mondja, hogy nem, azzal annál kevésbé fog. Sőt, mi több lehet, hogyha olyan gyümölcsről van szó, amiben nincs egy csepp víz se, ami maga már egy érdekes kérdés, ugye, hogy lehet ilyen gyümölcslevet előállítani, lehet, de nagyon nehéz. Illetve nem is mondanám, manapság nem nagyon nehéz, de
de nagyon oda kell figyelni, hogy pontosan, hogy melyik 100%-os gyümölcslé valóban 100%-os, hogy ne legyen benne víz, mert abban a pillanatban, hogy van benne víz, akkor onnantól kezdve az már kovászosodásnak indul. De erre azt mondjuk, hogy van, aki azt mondja, és ezzel nem nagyon van vita, illetve ez a leginkább elfogadott vélemény, hogy a liszt és a víz egyvelege az fog leginkább megerjedni. Aztán van, aki azt mondja, hogy a gyümölcslétől kevés, és van, aki azt mondja, hogy a gyümölcslétől még jobban, mint a víztől, előbb megerjed. És ezért ugye van egy nagy vita az askenász döntéshozók között is, két-három rabbi szembe megy a másik két-három rabbival, amelyek tényleg talán a leg ikonikusabb nevek vitatkoznak ezzel. Ez a hihetetlen, milyen vita van ezzel kapcsolatban, de minden esetre a szokás az lett, az askenász szokás az lett a Rámó asszózasúfanárokban, hogy nem egy elfogadott szokás, és a macca, a sira nem, nincs. Tehát, akkor ezekben az országokban térjünk vissza az álterebéhez, ahol a macca, a sira, a gazdag macesz, azaz a gyümölcslévő kőszült macesz nem egy elfogadott dolog, akkor nem feltétlenül gyümölcsöt kell lenni, hanem egyenek húst és egyenek halat. Ugye, hogyha mérlegelni kéne a dolgokat, hogy melyik a legjobb, akkor a hal és a hús az még mindig előbbre való. Ugye, csak egy apró pillanat rájön meg itt. Ugye, az van írva, hogy van egy vita ezzel kapcsolatban is. A vita az, hogy mi igazán, ugye tudjuk azt, hogy jomtovkor szokás húst tenni. A hús a halakában, a basszar, az nem azt jelenti, hogy csirkehús, vagy, hanem lábasjószágnak, és nem szárnyasjószágnak a húsa. Azaz lábasjószág, marhahús, vagy bárány, vagy valami hasonló finomságok, ezek a legmagasztosabb szintű eledelek, mert ez az, ami igazán megörvendezteti az embert. Én szimcha el a basszal vagy jajn, ugye azt mondja a Talmud, hogy nincs vigasság, nincs boldogság, csak hogy az embert húst teszik és bort iszik. Ebbe is van egy vita, hogy most van, aki azt mondja, hogy nincs szenti, ezért nem kell hús, csak a bor. És ebből sok-sok halakha fog alakulni. Ez sok halakának lesz az alapja, fundamentuma. Milyen halakának? Például annak, amit elkezdtem mondani az előbb, hogy a hús az a legmagasztosabb szint. Aztán van az csirke, vagy a szárnyasjószágok, aztán utána van a hal. Van, aki azt mondja, hogy a hal az manapság az még különlegesebb, is, mint a csirke szombaton. Jom Tovkor ünnepnapon viszont talán jobb a legtöbb vélemény szerint a hús, és utána a csirke, és utána a hal. És utána jön csak a gyümölcs. És a gyümölcsökön belül is, ha a gyümölcsöt valaki szeretne gyümölcsöt enni, akkor is arra kell figyelni, hogy milyen gyümölcsöt választ. Erre azt mondják a rabik egy része, hogyha lehet, akkor azokat az Izraelben különlegesen megáldott gyümölcsöket választa, Seva minél a hét különleges gyümölcsöt választa, azt preferálja, és utána egyen mondjuk csak olyat, mint az alma, vagy mint a narancs, ami kevésbé úgymond magasztos szint. És nem járjuk el egy szóval ne azt válaszza. Oké? Tehát akkor először azt lehet látni, hogy basszal a dagim azt mondja, hogy hús és hal. Uka jó, hogy szép a hend, be sár minél leften, se harré jésém rim, és akkor az álterebe, most térjünk vissza az álterebére, mi a baj, mit azt mondja, miért vannak olyanok, akik, vagy azt mondja, hogy ez olyan dolog, mint a hús vagy a hal, vagy olyan dolgok, hasonló kísérő ételek, hiszen vannak olyanok, akik azt mondják, Sári és Imrim se vagy divré, sebet varim éló, adom jöjjön ide, hova veszi a szöldes lisit be, hol se basz és anna, kim is észben a szimán részedik alef. Hisz azt mondja az Álter ebbe, hozza azt a véleményt az előbb említettem, hogy vannak olyanok, akik azt mondják, hogy egész évben elégséges halat, húst és ehhez hasonlatos dolgokat fogyasztani, és ez bőven elég, és ezzel is megtartja a szombati harmadik étkezés micvát, és nem kötelező kezet mosni. Tehát egy érdekes dolog. Tehát akkor az Álterebe ezt preferálja. Ez idén a talán a megoldást folytatja az Álterebe, következő állaká 4-es. Ve imélo minél lefstan, je kájmú bé minél péros, és azt mondja, hogy ezek a dolgok nem állnak a rendelkezésére, akkor egyen gyümölcsöket. Tehát ebben is lehet látni, hogy a gyümölcs az csak másodrangú. Se hári jésőmű se gámba zé jöjjcédé, hova szöldes lésítke, most nincs benne sem. Hiszen vannak olyanok, akik azt mondják, hogy míg a gyümölcsökkel is meg tudja az ember tartani a kötelezettséget, és nem kell kenyeret tenni. Tehát akkor mit lehet látni? Mivel, hogy idén nem tudunk kenyeret tenni, és az askenázoknál nincs más, nincs maca asira, gazdag macás, és vannak olyanok, akik azt mondják,
hogy a Szeuda, a reggeli lakomácsekének különböző okok miatt ketté osztani, és kétszer kezet most és kétszer kenyeret enni, akkor van az a megoldás, hogy az ember egyen ilyenkor szombat délután húst és halat, ha az nincs, akkor gyümölcsöket. Tehát a gyümölcs az való igaz, de előbbre való a hús és a hal. Pofon egyszer úgyis le van már főzve, több mint valószínű a szombati, a széder estére, a moci sábáti széder estére, a legfinomabb ételek hatalmas mennyiségben, és abból nyugodtan ehet az ember szombat délután. Most ezzel van még egy kérdés. A kérdés az, hogyha valaki reggel akarná megtartani a szeudás lisicsnek a micváját, ugye a szeudás lisicsnek a micvája az mincha lekatchila eleve a mincha után kellő legyen. Tehát az, hogy valaki szeudás lisit harmadik szombati étkezést a mincha előtt folytatja le, az valamilyen szinten csak bediavad, aki azt mondja, van, aki azt mondja, ez nem a legjobb megoldás, mert annak is van egy ideje. Sőt, mi több, egész biztos, hogy nem szombat reggel van, a szombat délutáni étkezés ideje. Ebben is van egy vita természetesen. De minden lényeg az az, hogy a megoldás talán az lehet, hogy ilyenkor tényleg húst és halat együnk. Érdekes dolog, hogy van rengeteg olyan helyen az a szokás, hogy megeszik a péntek esti lakomát kenyér, szombat reggel lakomát kenyér, és utána szombat délután esznek a pészachi sóletből. Tehát nem délelőtt esznek, amúgy délelőtt ilyen fél tízkor sólettet eszegetni, onnan sikán mondjuk, mert nem a világ vége, mert a kenyérrel is kell befejezni 3-10-ig. Onnantól kezdve az ember ehet sólettet rögtön utána még délutáni. De mondom annak, akik ezt délután szokták a harmadik étkezés idejében lefolytatni, és azzal teszik ezt a kötelezettségüket. Viszont amire figyelni kell mindenféleképpen, legyen, hogyha valaki ugye húst és halat fog enni, vagy akár sóletet fog enni kora délután, hogy, soha, hogy nem szabad annyit enni, hogy az ember eltömeszkelje a beleit, a hasát, és ne legyen étvágya a pént a szombat, a szédelesti vacsorához. Ami azért érdekes, mert ugye, amikor most csak így gondolkodom, azért érdekes, mert valóban van egy ilyen halakha, hogy pénteken az ember, ezért volt idén nagy kérdés a purimi lakom, ami péntekre esett, hogy mikor kell a purimi lakomát lefolytatni. Van, aki azt mondja, hogy elvileg eredendően a legjobb idő az az, hogyha az ember a nap fel előtt elkezdi, az ilyen 12:30-12 előtt, van, aki azt mondja, hogy legalább 2:30-ig kezdje, van, aki azt mondja, hogy nap lementig mindenféleképpen el kellett kezdeni. Az biztos, annál nem, mert az már az után szombat lenne. És a tényleg kérdés volt az, hogy az ember túl sokat teszik purim lakomából, akkor nem lesz étvágya a szombati lakomához, azaz a péntek, a péntek esti lakomához. Erre arra, amik azt mondják, hogy teljesen mindez csak akkor van, hogyha egy sima péntek, akkor ne legyen az ember, ha van egy ilyen kviuzmán, van egy olyan dolog, hogy pár évente egyszer purim péntekre esik, akkor az is micva étkezés, és akkor egy micva étkezés nem taszít arrébb, nem tol el, nem kell preferálni a második étkezésnél, tehát nem lesz különlegesebb, mint a második, tehát ilyenkor nyugodtan lehet, de érdekes, hogy Allah azt mondja, hogy itt is azt mondja, ez csak egy rabbinikus, nem tóra előírás, hogy az embernek legyen étvágya. Most itt a szédereszténél azért lehet érdekes, most, hogy eszembe jut, mert amikor belefogunk a szédereszténbe, akkor utána még egy jó, még a bajnokoknál is egy jó pár perc, mire eljuttunk a Shulchan Aruch részig. Tehát ott azért az ember könnyen megijeszthet, hogyha mert ugye naplement után már az ember nem ehet semmit. Csillagok felvételő egész pontosan biztosan nem. És onnantól kezdve, amíg eljutunk a Shulchan Aruchig, addig simán meg lehet éhezni talán egy kicsit. Lényeg az, hogy Adam... Hochaminából olyan, hogy az ember, bölcsembernek a fejében van a szeme, ott ügyel az apró részletekre, erre oda kell figyelni, hogyha eszünk kis sólettet szombat délután, akkor nem szabad olyan sokat tenni, hogy az ember teljesen eltömeszkelje a hasát, a vocikáját, hogy tényleg legyen jó, lehessen majd jó étvágyal elfogyasztani a pészachi lakomát. Oké? Akkor ez a szódást is a harmadik szombat étkezéssel ez a dolog. Most egy pár érdekes dolgot még szeretnék megemlíteni az idei kviusz, az idei leosztással kapcsolatban. Ugye mire kell figyelni? Arra kell még figyelni idén, ahogy mondtuk, a Pészach az moci sábátra esik.
sajnos Tonna úgy nagyon úgy néz ki, hogy eléggé megcsonkító, hát bocsánat, nem szeretnék ilyet mondani, hogy eléggé ilyen szűkörökű széderesték lesznek idén, a közösségi széderek, hát mondjuk tavaly is elmaradtak már, de idén is elmaradnak sajnos, tehát nem lesz a két évvel ezelőtti közösségi széderesték sajnos, mert ugye a mostani helyzet ezt nem engedi meg, ugye másrészt pedig záróra van, 8-ra otthon kell lenni. Csütörtökön arról fogunk tanulni, hogy hogy lehet korai szédel csinálni. De, ha valaki a családjával csinálja a szédelestét, akkor van azért egy jó pár dolog, amire oda kell figyelni. Például a hölgyeknek arra kell odafigyelni, hogy az órák jöktől el kell, hogy mondják az esti imád, és amire figyelni kell az, hogy idén a szédelestét azt Jákneházzal, azt szombat elválasztóval kezdjük, ugyanis Moci Sabbatkor kezdődik a Pészák, és erre onnan nagyon oda kell figyelni, hogy ezt hogyan kell folytatni. Ugyanis milyen kérdések merülhetnek fel, ugye azok a kérdések, hogy például a hölgyek, akik általában nem szoktak estimát mondani, nekik el kell, hogy mondják, a Baruch HaMavril Ben Kodesh LeChol, Ben Kodesh LeKodesh imád, hogy áldott az, aki különbséget tett szent és szent között, ugye nem Kodesh LeChol, nem is szent és profán között, hogy azt mondjuk minden Moci Sabbatkor, minden szombat végeztével, hanem mi vagy itt szombat után rögtön beköszönt egy másik szent nap, a Pészachi első ünnep, így hát nem Ben Kodesh LeChol lesz, nem áldott és a profán között, hanem áldott és áldott nap közötti különbségeket kell megemlíteni, és ezáltal tulajdonképpen megengedhetővé lesz az asszonyka számára az, hogy ő serteperténi kezdjen a konyhában, és kezdjük el előkészíteni a széderestjének a dolgait. A Havdalán is van egy pár érdekes szokás. A mi szokásunk az, hogy ilyenkor nem csinálunk avukát, nem gyújtunk meg különleges Havdala gyertyát, hanem csak a már csak egy újból meggyújtott gyertyára, ami szombat után égő gyertyáról, szombaton égő gyertyáról, vagy gázra meggyújtott új gyertyára nézünk oda, pillantunk oda a Havdala idejében, és fölötte mondjuk le az áldást. Most, egy másik érdekes dolog, amire oda kell figyelni, egy kis, ami tényleg jó odafigyelni, az, hogy például az, akinek aki hogyan tudnak azok az emberek védekezni a hamec ellen, akiknek mondjuk van tömött fogok, vagy éppen fogszabályzót kell, hogy hagyjanak valami oknál fogva. Most az igazság az, hogy látszólagos egy nagyon vicces kérdés, és tényleg egy ilyen kevésbé marginális a kérdés azért, de ez nem feltétlenül van így. Ugye miről van szó? Ugye arról van szó, hogy miután megettük a szombati lakomákat, ki kell, hogy mossuk a második szombati lakomát, ki kell, hogy mossuk a szánkat, hogy ne maradjon ott semmiféle kenyérmaradék, ugye? Most akinek fogszabályzója van, vagy fogtömése, az egy kicsi nehezebb dolog. Azért nehezebb, mert onnan, oda még könnyebben beragadhat a hamec darabka, és azért még ott van. Mit lehet ezzel csinálni? Először is azt mondják a bölcseink, hogy van egy olyan dolog, amit úgy jönnek, hogy nem egy erős, a lényeg az, a halakha azt mondja, hogy különösebben belemennénk a részletekbe, hogy egy olyan dolog, ami 24 órája elmúlt dolog, az kevésbé lesz aktív íz, kevésbé bocsát ki magával aktív íz. Miről van szó? Arról van szó, hogy a bölcsénk azt mondják, hogy annak az embernek, akinek a fogszabályozója van, vagy valamilyen oknál fogva, az orvos meg kell, hogy tömje a fogait, mert rosszak voltak a fogai, vagy lyukas fogai vannak, akkor az illető, ez Pészach kezdete előtt egy nappal, 24 órával már ne egyen olyan ételeket, ami forró étel, leginkább forró, vagy meleg, hamecos ételeket ne egyen. Tehát ne egyen, tegyük föl az illető mondjuk egy olyan kenyeret, amit mi most vagy akkor vettek le a gázra, vagy a platáról, a melegítővasról, és az tényleg forró, abban ne harapjon belem, akkor az íz, a hamec íze, az tényleg az beivódik ugye az embernek ebbe a szerkezetbe, a fogszabályzóba, vagy a fogtömésbe, és onnan nem lehet majd eltávolítani Pészach idejére. Ezért azt mondjuk, hogy legalább 42 fok főmérséklet alatti
ételeket, hamecos ételeket fogyasszon az illető, és utána, ha ez megvan, akkor utána szombat napján, ugye szombaton, akkor szombat napján mindenféleképpen utána mossa ki jól a fogait, hogy ne maradjon ott semmi, akár fogpiszkával, és ki lehet onnan a hamecot szedni, és utána egy olyan, és utána jól meg kell tisztítani, ugye, és vannak, akik azt mondják, hogy szabad fogkrém, valaki azt mondja, hogy az ember ilyenkor ne használjon fogkrémet, és ez megvan, akkor ez így rendben is lesz. Ha tehetjük, akkor egy olyan edényből, ami csak műanyag, akkor még egy kissé melegebb vízzel az ember öblítse ki a száját, és ez teljesen, ez meg is felel. Ez olyan, mint hogyha Pészekre kóser lenne. Aztán még egy dolog, amire szintén oda kell figyelni, az az, hogy ugye ne felejtsük el elmondani a kolha mirát. A kolha mira az a szöveg, amikor tulajdonképpen az ember lemond a hamecáról hivatalosan is. Ugye ezt egyszer elmondjuk, amikor a hamec elégetés közepe után, ez pénteken délelőtt van, és utána elmondjuk szombaton délelőtt a hamec birtoklás idejének bejövetele előtt. Ugye azt is mondtuk, hogy szombaton kéne elégetni a hamecot, de hát szombaton ugye az nem szabad, azért az kis eretlen dolog lenne szombaton a hamecot égetni. Ezért szombaton van egy ilyen szokás, hogy szombaton, amikor a család befejezte a második szombati kora délelőtti étkezést, akkor az asztal mellett mindenki elmondja a kolha mirot. Kolha miro, ami tulajdonképpen annyit jelent, hogy minden birtokomban lévő élesztő és kovászos féle, amit láttam és amit nem láttam, amit eltakarítottam, vagy sem, azt tekintessék nem létezőnek, gazdátlannak, és olyan legyen, mint a föld pora. És ezt el szoktuk mondani héberül, és aki nem érti a hébert, aznak célszerű, sőt, kötelező elmondani magyarul azért, hogy valóban, amikor lemondunk a hamec, akkor tényleg az ember tegye ezt tiszta szívből. Ha valaki esetleg nem érteni a hébert, vagy ezt a arámi rész, ez leginkább arámi, illetve van olyan arámi rész is, akkor utána az illető vagy mondja el héberül, vagy mondja el magyarul, vagy olyan nyelven, ahogy érti, hogy valóban ez a bizonyos hamecról való lemondás, ez valóban történjék meg. Úgy érdekes dolog, hogy a hamec elégetés is azért van, mert a bölcsek féltek attól, illetve a hamec szóval lemondás és hamec égetés, ez ugye a kettő össze van kötve, a bölcsénk tartottak attól, hogy az illető nem fogja teljesen tiszta szívből lemondani a hamecet, ezért inkább egy ilyen másik biztosítást is, egy másik dologra is bebiztosították azt, hogy az illető tulajdonában ne legyen hamec, vagy mondjon le róla. Ugye ez nagyon érdekes, ez a hamecről való lemondás. Ez azért érdekes, mert például akárért, hogy azok az emberek, akik Pészákkor tartózkodnak, ilyenkor rengeteg szokás, hogy ki mit teszik. Először is vagy a szokás, hogy vallásos ember nem esik a másik vallásos embernél. Ugye mindenkinek van a saját gódja, saját szokása, nem akarja most a másikat megbántani, hogy nem eszik nála Pészákkor. Egész évben ez nem feltétlenül van így. Valakinél egész évben így van, és nem eszik sehol még kóser étteremből, se csak olyat, amit a feleséget csinált, ebben is van rengeteg szint. De Pészákkor tényleg ez ilyen vásniszt, ez a nem eszünk a másiknál dolog, ez tényleg egy érdekes dolog. És olyan szinten, hogy az Alter Rebbe testvére, Yehuda Leib Alter Rebbe testvére nem emelt az Alter Rebbénél. És ilyenkor az embereknek se hívják egymást. Ez egy nagyon-nagyon érdekes dolog. De a lényeg a dolognak az, hogy ilyenkor Pészákkor, ugye, hogyha valami még Pészák előtt megfőz valamit, akkor azért vannak olyanok, akik megfőznek az egész pészáki menüsort lefőzik Pészák előtt, nem menjünk benne a frissességével, finomságába, ez most nem érint annyira. Vagy például a Hassam Szonyszferről mesélik, ha jól tudom,
hogy ő volt az, aki hordószámra hordta haza a vizet, hogyha Isten ments, hogy lenne benne egy legkisebb mennyiségű hamec és akár hasszasalom a vízbe vagy az ételbe, akkor onnantól kezdve az ember tulajdonképpen lemond róla, azért, hogyha oly nem lenne ott. Ez nagyon érdekes dolog. És például ezért is van az, hogy aki megpucolja minden egyes dolgot, meghámoz, és vannak olyanok, akik csak olyan ételeket vesznek, csak olyan gyümölcsöket fogyasztanak pénzekon, amit meg lehet hámozni, hogy azt is leveszik a külső réteget, a héját, és azt kidobják, hogy nehogy azon rajta legyen egy kis hamec. Hogyha valaki Pészach előtt csinálja ezt, akkor nem kell levenni ezt a külső részt, a héját. Ez egy nagyon érdekes dolog, és ugye ezért vannak, akik Pészach előtt megvesznek mindent, és nem vesznek Pészach alatt semmit. Miért? Nehogy az legyen, hogy egy Pészach fél ünnepén, amikor lemegyik a zöldségeshez, akkor rajta van, mondjuk a zöldséges rajta ette a kis szalámi szendvicsét, annak az apró morzsáskái ráesnek a banára, vagy a gyümölcsre, amit éppen vesz, az illető nem veszi észre, vagy mondjuk a szőlőre, nem veszi észre, és azt is megeszi. Jó, hiába most lehet, hogy ott a fürtés a szőlők között oda beestek is, amit is megeszi. Ezért ugye vannak olyanok, akik Pészachkor nem is vesznek semmit, hanem mindent előre megvesznek. Ugye kicsi rizikós is lehet, mert ha nem jön annyi vendég, akkor rajtunk maradhat. De hát a pészachi tilalom az mindennel felér, és az minden pénzt megér, drága barátaim, hogy szokták mondani. Igen, ez is nagyon fontos. Jó, akkor most foglaljuk össze a ma tanultakat, és akkor csütörtökön belemegyünk egy kicsit az elősz, hogy lehet-e korábban szédert kezdeni, és csütörtökön bele fogunk menni abba is, sőt, abba fogunk belemenni legelőször, mert az fontosabb, hogy Pészachkor mi az, ami tiltott krémeket, illatszereket, rúzs, púdert illetően, tegyük fel, dezodor, férfi dezodor, női dezodor, parfüm, mi az, ami tiltott, mivel lett probléma, és mi az, amivel kevésbé van probléma. És ott is bele fogunk menni egy érdekes vitába, hiszen legtöbben azt mondjuk, hogy a kutya se enné meg, szó szerint a talmudi kifejezés, lóra újlach lesz kelev, innentől kezdve nincs le baj, de ez nem olyan egyszerű, ezt majd meg fogjuk látni csütörtökön. Csütörtöki órában. Jó, akkor most foglaljuk össze a dolgokat, és nézzük meg azt, hogy mit tanultunk a mai napon. Össze nézzük meg, hogy kóser fogkrém, ott is lehet amúgy probléma, mindenhol lehet, de vigyázzunk. Az erjedés, igen, ez az erjedés. Ezért például vannak olyanok, akik semmiféle gyári dolgot nem esznek. Válaszolj Ákosnak a kérdésére. Fogkrém? Fogkrém nem? Én nem beszéltem fogkrémről. Ja, hogy az más. A fogkrémmel az a probléma. Először is eleve szombaton van, aki azt mondja, hogy problémás a fogkrém. Kacolj, hogy a sulchán, ugye... Sokan azt mondják, hogy a fogkrémmel probléma van. Ugye egyrészt, hogy fehérítés probléma is van, az ember fehéríti a fogát, másrészt pedig lehet vele kenési probléma is. Van, akik azt mondják, hogy nincs vele probléma. Szumma, mindenki kérdezze meg a kezelőorvosát, gyógyszerészét, rabiát, hogy mit javasol, használni a fogkrémet vagy sem. De amúgy, ha valaki kérdez, akkor pészachi fogkrémek dafke nem feltétlenül kéne, hogy legyen kóser. Ja, azért, mert az ember... Jó, egyrészt, ugye tárdi szátrej. Két dolog, ami látszólag egymásnak ellentmond. Egyrészt az ember nem fogja megenni, mert nem fogkrém az... Mausz, az nem egy finom dolog. Nem olyan, mint a régen a... Hogy hívták ezt a fogkrémet? Gabi fogkrém? Ami nagyon jó, finom volt, és ízes, és a gyerekek imádták megenni, meg most is vannak ilyen fogkrémek. Az ember nem eszi meg, legalábbis a felnőttek nem eszik meg. Ugye, fogja és kiköpi. De ezért nem feltétlenül kell rá kóserségi pecsét, viszont másik oldalra viszont pont a szádba kell, és lehet, hogy lenyeled, akkor legalább ne legyen már benne hamec. Okay. Általában azt tudnak mondani, hogy nem feltétlenül kell, de aki használ fogkrémet kóserségi pecséttel, no, se volna braha, jóisten megáldja őt, jóisten különleges áldásban fog őt részesíteni. Ez a fogkrém. Fogkrémmel kapcsolatban.
Mikor valaki kérdezi a hüvelyest, a hüvelyes az, az tiltott gyümölcs Pészákkor, drága barátaim. Én amikor azt direkt mondtam, hogy Pészákra kóser ételek, tehát amikor valaki sólettet főz, akkor abban nem lehet hüvelyes. Ez egy érdekes kérdés, hogy a hüvelyesnek a tilalma is beköszönte a hamec tilalmának az idejében, avagy sem. A legtöbben azt mondják, hogy igen. Ugye? Tehát innentől kezdve, hogyha beköszönt a 10 óra 40, 9 óra 49-kor a hüvelyes fogyasztásának a tilalma, akkor onnantól kezdve, csak megnézem a naptárt, hogy biztosan jót mondok-e, de én így emlékszem, akkor onnantól kezdve tilos, onnantól kezdve nem fogyasztunk olyan ételt sem, amiben van kitniót, hüvelyes. Most itt hát a Pészák is olyan lett, amit szombaton, amit már pénteken megfőzünk, és oda teszünk a tűzre melegedni, az Pészákra kósernek kell legyen. Amúgy az összes étel Pészákra kóser. Egy, mit csinálsz az edénnyel? Kettő, azt az ételt nem fogod tudni, később megenni. Azt tudod csinálni a legrosszabb esetben, fogod és beteszed abba a szobába, amit eladtál, vagy abba a szekrénybe, és bezárod rá a kulcsa, bezárod. Ez nem smaknist, ez nem jó. Tehát az edény az is kósernek kell legyen, és pészáki kóser, és arra kell figyelni, hogy a morzsa ne kerüljen bele az ételbe. Okay, akkor nézzük meg gyorsan az összefoglalást. Szerintem több kérdés nem volt. Jó, arról tanultunk, drága barátaim, hogy egy jó pár véleményt felsoroltunk azzal a kapcsolatban, hogy hogyan lehet ilyenkor a harmadik szombati étkezést megülni szombat délután, aztán bementünk ennek problémáiba, kérdéseibe. Ez inkább ilyen talmudi óra volt a mai, mint hogy álláha óra. Sok vitába belementünk. És akkor azt mondtuk, hogy van egy pár vélemény ide és oda, megy a disputa, megy a pofoszkodás a rabbik között, persze csak verbálisan, Isten ments, és valaki azt mondja, reggeli lakomát kell ketté osztani, vagy azt mondja, hogy délután egyen az ember inkább sólettet, inkább egyen húst, halat, és ha nincs az, akkor gyümölcsöt, de mindenféleképpen megfelelő időben, és ne reggel. Van, aki azt mondja, ez se probléma ilyenkor, szóval ezek voltak a vélemények. Én azt a naptárban azon írva, hogy ketté kell osztani a reggeli lakomát, vannak olyanok, akik inkább az előbbiek meg mondattak alapján egyet esznek reggel, egyet előző este, és a délután esznek húst és gyümölcsöt, hogy az általában is paszkenol. Aztán, ugye abban is belementünk, hogy lehet fogat kóserolni Pészákra, illetve abba is belementünk, hogy más szombatot, hogy Pészákot megelőző szombaton milyen más szokások vannak, illetve hogy lehet a hamecot eltüntetni, hova kell betenni. És ennyi. Ismétlő kérdés, drága barátaim. Első ismétlő kérdés az, hogy mondjunk legalább egy olyan véleményt, Okay. Melyik vélemény nem igaz? Okay. Felsoroltok egy pár véleményt a harmadik lakomával kapcsolatban, melyiket nem soroltok fel? Egy. Ossza ketté a reggeli lakomát. Ez az egyes gomb. Kettes gomb. Délután egyen egy jó sollettet, amiben van akármilyen hüvelyes, teljesen mindegy. És az lesz a harmadik szombat étkezés. Ez a kettes. Hármas gomb. Egyen gyümölcsöt, ha nincs hús vagy hal, szombat délután. Ez a hármas gomb. Melyik van volt igaz? Ez egy kérdésem, drága barátaim. Na. Igen. Nagyon magabiztosan érkeznek itt ezek a kettes számok, kérem tisztelettel, mintha tényleg kettes lenne. Na, még egyet várunk, és hogyha valaki még egyszer kettest ideír, akkor azt mondom, hogy jó, teljesen jó, aki kettest ír, az eltalálta, teljesen jó, barátaim. Ne adjátok magatokat megvezetni. Tök jó. Tovább. Um,
Tovább. Következő kérdésem. Az én kérdésem az az, hogy szombaton említettük a fokrémet, nem erről szólt az óra, de szombaton van-e olyan vélemény, aki azt mondja, hogy nem szabad fokrémet használni? Egyes van, kettes nincs, hármas van, és van is alapja, hogy miért mondja. Melyik válasz nem igaz? Na, drága barátaim, kettes volt a jó válasz. Azért a kettes volt a jó válasz, mert olyan nincs, hogy nincs olyan vélemény. Van olyan vélemény, aki azt mondja, hogy a fokrémmel probléma van szombaton. Való igaz. Ezért, igen, a kérdés az ott, hogy ja, hogy melyik nem igaz. Igen. Ezért vannak, akik csak ilyen szájvizeket használnak, meg előre kikelt fokrémet és hasonló dolgok. Oké, harmadik és egyben utolsó kérdésünk az pedig az, hogy melyik napról tanultunk? Pészach 1-es, Pészach előtti nap, ami szombatra esik, 2-es, Pészach, ami szombatra esik, 3-as, Pészach második napja, ami péntekre esik. Melyik napról tanultuk? 1-es, 2-es vagy 3-as? Ha valaki nem emlékszik a számokra, és túl, akkor le is írhatja. Ennyi könnyítés van ma. Drága barátaim, jó. Na, akkor mondom. A válasz az Erev Pesach Shechal Beshabbat, ami idén van, 4 évenként szokott lenni, általában Pészachot megelőző nap, ami szombatra esik. Ugye Pészachot megelőző napon sok dolgunk van, és ha ez a nap szombatra esik, akkor egy csomó dolog áttolódik péntekre, a kajával lesznek kérdések, a szombati lakomákkal elnézést, hogy ilyen túl egyszerűen fogalmaztam, és így hát Erev Pesach Shechal Beshabbat, a Pészachot megelőző nap, ami szombatra esik. Drága barátaim, köszönöm szépen a figyelmet, és csütörtökön ott folytatjuk, ahol abba hagytuk. Mindenkit szeretettel várok, és mindenkinek jó éjszakát. Szeretném jelent ez a reklámhelye, hogy a pészach.hu oldalon macest ajánlunk fel minden kedves barátunknak, akinek szüksége van rá, aki érintett, és akinek kötelessége macest fogyasztani. A pészach.hu-n, aki szeretne rendelni macest, tegye meg. Megnézem, és hogy működik az oldal. Ezért biztos, hogy működik, hogy nagy azt mondjuk, hogy... És ott meg lehet rendelni rengeteg macest. És mindenféle, igen, pesach.hu. Nem CH-val, H-val. Oké, mindenki, aki szeretne, regisztráljon, és mindenkinek segítünk. Jó éjszakát kívánok. Minden jót.